A gyors és egyszerű ügyintézés biztosítása a célja a kormánynak, ennek érdekében év végéig országosan mintegy 250 helyszínen létesül kormányablak. A járás és megyeszékhelyeken, a jelentősebb településeken, egyes vasútállomásokon és néhány bevásárlóközpontban is, emlékeztetett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója. Bogáti János hangsúlyozta, a térségünk élen jár a kormányablakok kialakításában, hiszen eddig már 12-t át adtak, ezen a héten pedig további 3 felavatása várható. A főigazgató kiemelte, év végéig már összesen 21 szabolcs-szatmár-beregi kormányablakba térhetnek majd be az állampolgárok. Több új alkalmazás is áll majd rendelkezésre. A legújabb fejlesztés az egy interaktív kommunikációt tesz majd lehetővé az ügyfél és az ügyintéző között. Egy ilyen videócsat jellegű alkalmazást kell elképzelni, tehát valahol valaki otthonra szeretné a közigazgatási ügyét intézni, és ezt nem csak kitölthető útmutatókból meg űrlapokból teheti majd meg, hanem élő segítséget kaphat videó formájában. Az informatikai fejlesztés 2 uniós, összesen több mint 10 milliárd forint értékű projekt keretében valósult meg az országban. A járási hivatalok elavult informatikai eszközeinek cseréje, szerverek telepítése, egységes informatikai rendszer bevezetése, a videókapcsolatos ügyintézési szolgáltatás bevezetése, többek között ezek történtek térségünkben is. Szabolcs megyébe gyakorlatilag a járáshivatalok működéséhez 1100 darab számítógép, pontosan ehhez kapcsolódóan nagyméretű 27-szoros monitoroknak a beszerzése, a kormányablak ügyintézők részére headset, webkamera biztosítása, az interaktív kapcsolat, az ügyfelekkel történő interaktív kapcsolat megteremtéséhez. Az egész működés informatikai háttere viszont egy központi címtára alapulva, egy egységes directory címtárat létrehozva teremti meg az alapot az összes felhasználók a kormányhivatali rendszerben, az autentikáció, tehát a felhasználói belépések biztonságos megvalósításához. A 2 uniós projekttel kapcsolatosan konferenciát is tartottak a megyeházán, ott elhangzott, egyszerűsödik a rendszer, csökken a bürokrácia, hiszen például 25 korábban engedélyhez kötött tevékenységet már bejelentés alapján lehet folytatni a jövőben, 120 ügytípusban több mint 200 határidő csökken, és lesznek olyan ügyek, amelyek intézése olcsóbbá vagy akár ingyenessé válik.